Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A héten megkezdi az országgyűlés a 2019-es központi költségvetéssel kapcsolatos vitákat. Egy költségvetés mindig kijelöli a politikai célokat és az ahhoz számítható pénzügyi kereteket. A magyar kormány éppen megértve a 2018-as országgyűlési választáson kinyilvánított választói akaratot, a biztonságos növekedés költségvetésévé tette a 2019-es költségvetés tervezetét. A biztonságos növekedés, mint legfontosabb elérendő cél, a javaslat kiolvasható értelmezése szerint négy pilléren nyugszik: a biztonság megőrzése, a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és a teljes foglalkoztatás elérése. A magyar emberek munkájának köszönhetően a magyar költségvetési tervezés megadja azt a stabilitást, amely szükséges a következő évekhez. Miért is van erre különösen nagy szükség, és miért kell különösen nagy figyelmet fordítani? Kétféle válság mindenképpen terjed a világban. Az egyik a már itt is sokat citált migrációs válság és az azzal kapcsolatos problémák. A másik a világban fellelhető gazdasági válság, illetve annak előjelei. Éppen ezért fontos az a fajta költségvetési tervezés, amelyet most a kormány a parlament elé terjesztett. 2010 óta nagy utat tett meg Magyarország, visszaszerezte a gazdasági önrendelkezését és stabilizálta a pénzügyi helyzetét. Csak a mihez tartás és a közös emlékezés véget jegyezném meg, hogy a 2006-os megboldogult Gyurcsány kormány alatt mért hiány elérte a 9,3%-ot, addig a 2019-es költségvetési tervezésben 1,8%-os hiánycéllal számol a kormány. Jelenti mindez azt is, hogy 2012 óta és így a jövő évben is a kormány eleget tesz az unió által elvárt 3% alatti hiánycélnak, tartós gazdasági növekedéssel, mintegy 4,1%-os növekedéssel számol. 3,8%-ra csökkent mindez idő alatt a munkanélküliség, a 2010 óta eltelt időszakra gondolok, illetve manapság rekordokat dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek. Itt szállnék vitába az Ékárpát Dániel képviselőtársammal. Ha azt gondolja valaki, hogy a magyar kormány gazdaságpolitikájának semmi köze nincsen a reálbérek emelkedéséhez, szerintem súlyosan téved. A legfontosabb, hogy 2019-ben is megőrizzük Magyarország biztonságát, pénzügyi és gazdasági stabilitását, folytassuk az adócsökkentés politikáját, illetve a családok támogatását. Mindeközben örömmel látjuk, hogy ezek jelentik a költségvetés tervezésének alapjait is. Azzal is egyetértünk, hogy 50%-kal növeli a kormány az általános tartalékkeretet, illetve a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalékkeretet is ugyanennyivel. Annak különösen örülünk, hogy a gazdasági növekedés fenntartása érdekében a magyar kormány saját forrásból mintegy 4000 milliárd forintot fordít fejlesztésekre, beruházásokra. Mindemellett megmarad az arányos teherviselés rendszere. A reálkeresetek növekedésével számol a költségvetési tervezet, illetve a nyugdíjprémium kifizetésével is, ami szintén öröm a nyugdíjasok számára. Mindemellett a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentése mintegy 100 milliárd forintot hagy a vállalkozóknál, és a jövő évben már elmondhatjuk, hogy a kormány évente 2000 milliárd forintot fordít a családok támogatására. Csökkentjük a munkát terhelő adókat, és 2019-ben a 15-öshöz képest duplájára fog nőni a kétgyermekesek családi adókedvezménye. Mindemellett összességében tehát világosan látszik, hogy mindenki arányosan veheti majd ki a részét a gazdasági bővülésből, a családok, a munkavállalók, a nyugdíjasok és a közszférában dolgozók. Emellett a költségvetés szavatolja az ország biztonságát és védelmét. Éppen ezért a biztonságos növekedés, a családok támogatása, a teljes foglalkoztatás, illetve az ország biztonságának a megőrzését szolgáló és azt pénzügyileg stabilan támogató költségvetés, bízom benne, hogy a magyar parlament nem csak két, hanem több frakciójának a támogatását is elnyeri, hiszen az ország biztonsága és védelme az előttünk álló európai és világ folyamatokat is figyelembe véve
elengedhetetlen és nélkülözhetetlen. Kérem a költségvetés támogatását. Köszönöm, elnök úr, a szót.